Az élet értelmére keres választ a Tantermi Deszka legújabb Semmi című előadása. A darabot egy dán írónő ifjúsági regénye alapján állították színpadra. A filozófiai kérdéseket felvető előadást játékokkal szakítják meg, így a középiskolásokból álló közönséget is bevonják a történetbe. A tizenéves diákok közül Pierre Anton ráébred, hogy semminek nincs értelme. Az iskola helyett egy szilvafát választ. A tetejére ül és onnan magyarázza osztálytársainak meggyőződését. A fiú olyan kérdéseket vet fel, mint például miért aggódnak bármi miatt, ha egyszer úgyis vége lesz. A Tantermi Deszka közönsége a színészekkel együtt keresi a választ az élet nagy kérdéseire. Amit nekünk például pont ez az értelme az életünknek, hogy fiatalokat szólítsunk meg, és közös gondolkodásra invitáljuk őket, és ez tényleg ilyen értelemben, ez most nem csak duma, meg nem csak fel van rakva egy zászlóra jó hangzó mottóként, hogy gondolkozzunk közösen, hanem ez valóban egy közös gondolkozás. Ilyen osztálytársai nem akarják elfogadni azt a gondolatot, hogy az életnek nincs értelme. Elkezdik gyűjteni a számukra fontos dolgokat. A színészek több karaktert is játszanak a darabban, amit babák segítségével mutat. A Völgyhídban már ott már Barbikkal kísérleteztem egy ponton, és nagyon tetszett ez, ahogy meg az a gyerekek is nagyon szerették, ahogy megjelentek ezek a babák így az élő szereplők mellett. És hát most tettünk arra egy kísérletet, hogy egy kicsit nagyobbakkal próbálkozzunk. A színdarab érdekessége, hogy egy dán ifjúsági regény alapján készült. A filozófiai kérdéseket feszegető regényt megjelenésekkor betiltották, de később kötelezővé tették az iskolákban.